Jó reggel, Vietnám idő a csatornán kipör jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint a Gold Rush nevű játék. Hú. Nem tudtam, hogy mit akartam mondani, olyan összeszeretlen. Egyébként mindig így betölt a játék, és már önkéntelenül nyomok rá a felvétel gombra, és azt sem tudom, hogy mi történik. Na, figyeljetek, játszunk egy kicsit ezzel a játékkal, úgy gondoltam. Néztem róla egy kis információt, de egyébként sok mindent nem tudok a játékról gyakorlatilag. Megnéztem, hogy ugye milyen az a szituáció. Már nem akarok abba belefolyni, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, ilyen dolgokban. Na, nyomjunk egy gombot, azt mondja a csávó, aztán akkor már nyomhatjuk is a playre és a new game-re, és akkor veressük. Elvileg gyerekek, ebben a játékban csomó járművet lehet használni, mindenféle gépet, meg még ráadásul kézzel is lehet aranyat mosni, meg mindenféle szérkezetet összerakni, még mindegy, gyakorlatilag egy ilyen open world világban kell mászkálni, és akkor csinálni a dolgokat, ahol vannak városok, bankok, meg Hilton, Bangkok Hilton, ez nem volt vicces, volt egy ilyen film régen, vagy nem tudom, Bangkok, tudod, mint a város, na, jaj, ne, sok. Sok a keeper, sok a kávé, ne így a sok kávét, mert megint akkor pörögés lesz, aztán nem tudok figyelni. Ja, egyébként megpróbálok szépen beszélni, mert kérték tőlem, hogy mi a fár, azt hittem ki, ha majdnem most olyan mondtam, igen, kérték tőlem, hogy keeper ne beszélje csúnyán, mert régebben a gyerekkel néztük a izét, a videót, most meg bár bazza meg én is vetem a keresztet, miközben össze-vissza káromkodsz össze, nyomod itt a dolgokat. Hogyan úgy dolgokat. Igen, igen, sok volt a kávé. Nem tudom, ismeritek a ízét, a túl a sövényen, amikor beveszi a ízét, az energiaitalt a mókus, azt ilyen lassítva lát mindent, ilyen ízé, ilyen másodperc mutató így megáll, meg így a lézerfény előtt így nagyon lassan megy meg mindent, tudjátok már mindent nagyon lassan él meg. Jó, Alaszkába lehet kezdeni a történet, a gyerekek, hát akkor vágjuk bele a lecsóba. Nem tudom, milyen akcentust kellene felvenni, amerikai akcentust, azt nem tudjuk. A verda oda ver, gyerekek, micsoda, milyen? Idlers. Bazze, ugyanilyen felé van, vagy gumi van egy... Van egy puntó izén, gyerekek. Ez agéna. Aztán ugyanilyen felirat van rajt. Hát nem hiszem el, hát nagyon jó. Ez egyébként tiszta Vento, oda néz, US Army, meg izé, meg a Lightstrom szám, csak a Keeper felirat hiányzik innen. Ham vagyunk, gyerekek. Fát akarok vágni egyből, nem tudom, farming szimulátoros izé vannak gondolataim, hogy azt meg akarom oldani, de nem. Ott van, gyerekek, hány óra van, mennyi pénzünk van, és mennyi goldunk van, nem tudom. Az a 0004 OZ, az mi az? Mi az? Uncia? De miért van nekünk 004? Miért nem nulla? Mi az? Ez fogtömésünket is el tudjuk adni, vagy mi a rák? Az a kipufog az odabár, gyerekek. Na, be lehet szállni Verdába. Show Control-t lehet itt nézni, hogy miket tehet. Ez egy Main Action, Tool, Alternative Action, Headlight, minden van, gyerek, várjál. Van nekünk a világításunk. Na. Meg. Térkép is van. Térkép. És akkor itt vannak, hogy hol vannak, mik vannak, ugye ott van nekünk egy pickup truckunk, amelyik ugye az a milyen ott állunk mellette, még ott a hétrezünk-e player néven, mi vagyunk a playerek. Van bank, van warehouse, van machine park, gondolom onnan lehet venni vagy bérelni a árbíveket, van kavács, van gas station. Na, és azon kívül vannak ilyen sárga körbe, nem tudom, nem akarok így beszélni, de valahogy így rám jön, és akkor sárga körbe foglalt dolgok, nem kör egyébként, hanem ilyen szaggatott vonalat körbevett dolgok, ahol lehet majd bányászkodni, elvilág, ez meg nem tudom mi ez, magnetitet is lehet magnetita, na, veressük gyerekek, bevárjuk magunkat a Verdába, és itt már más a beállítás, igen, van ilyen egy külső kamerás is, kamerás telefonotok van a gyerekek, na, cabin kamera, a differencia zárat kapcsolt ki, azt mondja. XL engine, diffizár kikapcsolva, kézifék kihúzva, fuel van félig. Vagy még megy följebb. Gurulunk, gyerekek, na. Megyünk első részletbe, úgy az jumpik leszünk. Gyerekek, be van törve tükör kicsit, újabb erdát nem lehet venni, vagy valami csodát. Várjatok. Nagyon icipicilicipicilicit, utána nézte a dolgoknak, mert körülbelül nem segítséget adjuk a játék, hogy azt se tudod, hú vagy. Itt vagyunk, egyébként azt rájöttem, és van itt egy journal nevű dolog, amivel megmutatja nekünk, hogy milyen dolgokat kellene nekünk véghez vinnünk. Ugye a tier 1-be el kell menni a bankba, utána meg bérelni kellene nekünk egy területet, gondolom először, el kell mennünk a raktárba, ott kell vennünk ezeket a dolgokat, és utána fölke pakolunk a trakra. Annan meg elmegyünk, elfoglaljuk ugye az ezért,
hanem így van, hogy mi a neve a területet, utána összerakjuk ezt a izét, mit tudom én, csúszdát, utána a dörtöt rakjuk oda bele, utána bucket, izé, aztán már izé, milliómosok vagyunk, ennyi a gyerekek. Ez lesz az első tier, ami azt jelenti, hogy az első ilyen nehézségi szint, vagyis gyakorlatilag az első rész, amin túl kéne estünk, ez micsoda. Speed limit 20 mérföld, gyerekek. Hú, de messze van még az a speed limit. Mi? Nem volt vicces. Na. Jó van, akkor először el kell mennünk a bankba, tudjátok-e, hogy az volt a feladat. Figyeltek-e, zöld a lámpa, piros, minden egy világ itt. Az a jó, hoppá, itt a bank. Áll meg. Nem. Ja, kézifék, motor leállít, kiszállta. Gyerekek, zombik nem jönnek, hál' Isten, hoppá. Mi az Donut? Micsoda volt? Rá volt írva. Ne fuss. LOL. Gyerekek, egy V6-os, vagy pedig sor, nem hiszem, hogy sor 3-as lenne. Egy V6-os engine működik, turbo... Jó, az nem generátor, azt hittem akkora turbo, mint a fejem, de nem, ez egy generátor. Turbo az nuku, gyerekek, lehet tuningolni, hogy nem tudom. De miért lehet felnyitani? Ki lehet lopni másikból? Kereket leszerelem, nem tudom. Hoppá! Micsoda? Nem mondod, egy Charger parkol a bank előtt? Ellopom. Ez a Charger, gyerekek, egyébként. Az. Ez egy Dodge Charger. Kicsit le van lagva. Lehetne repairolni, remint tudom én. Na. Iskola. Speed limit 20. Mert van itt iskola. Hol érsz te? Vákumba. Na, bevegyük a bankba, aztán akkor ugye ezt az Old Arnold parcellát megpróbáljuk rentelni. Meg is sikerült egy dolog. Van, mennyibe került nekünk, hogy ezt renteltük? Várjál. Semmi? Ingyen volt, vagy micsoda? Vagy lefoglaltuk, vagy ilyenkor mit csináltuk? Na mindegy. Jó, oké, akkor ez megvan, ezt eltüntetem, ne itt zavarjam benneteket, és akkor utána át kell mennünk a raktárba. Várjál, az ott az iskola, mi? X. Izé. Nyomunk egy Y fordulást, gyerekek, rendőr. Nem gyűjt. Oszt már megyünk, mi az ott? Licensz, izé van ott. Valami csoda. Nincsen izé, zoom, nem lehet zoomolni. Hopp, várjál, itten bemegyek-e. Itt van a raktár, tudom, ha figyelek én, gyerekek. Álljál meg! Kézifék, motor leállít, az anyádul istenit. Na, gondolom ide fogják kipakolni, vagy oda fogják kipakolni a dolgokat. Targoncot lehet használni? Nem lehet használni. Akkor mi, kézzel kell felraknom a dolgokat? Egyébként a textúrákat mindig ilyen kézzel rakja ki, nem tudom miért. Pedig nem hiszem, hogy olyan baromi nagy gépigénye van, ott meg le van zárva egy csőfektetés. A gyerekek, itt nagyon kettő helyzet, ez rosszabb, mint izé. Pacsatütős, hallod? Hoppá! Itt van az izé, boat. Itt lehet vásárolni fogaskereket, nem kell? Hogy mi ez? Fogak? Ja, ez az izéhez biztos van egy ilyen kotrógép. Ah, izé, olajszűrő, úgyis olajcsere kéne Ventóba. Tolcsóban megkapom, és ez mi? Aha, ez ilyen izé. Emelő, úristen, gyerekek, itt belefog... Oh, mi ez? Pairing system. Oh, ez mi? Semmi se. Kalapács, nem kell, gyerekek, mi ez? Gumi! Ne, hűj. Ne, milyen? Defektet is kapok? Ne szórakozzál, tehát most már nem örülök ennek. Ellopni nem lehet, vagy valami? Jaj, várjál, nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Journal, mit kell venni? Kell hokpan no pump? Hokpan no pump, az jó. Hokpan sluice box core, és hokpan mac 2 és bucket. Vödör, hát azt nem vagyok hülye vödör. Veder a bucket. Tudja, a keeper, mint az atom. Én vagyok a... karhatalom. Na! Mennyibe kell? Ne szó... Egy vödör 20 dollárba kerül! Hallod? Otthon van baze egy csomó, én szarrá keres. 20 dollár egy vödör! Tudjátok mennyi 20 dollár? 300-a szoroz meg körülbelül, nem tudom pontosan mennyi, talán 280 körülbelül. De hogyha 300-a is megszorozod, ha csak 100-a szorozod meg 2000... Igen. Meg 3-ba... 6000 forintos vödör! Drágaság van, gyerekek, itt, ez mi? Magnetite separátor. Ó, te Isten, ez mi az izé? Rakétakilövő. Na, vavetable. Jó, nem érdekel a vavetable. Vaterpuk. Hallod, egy izé, egy ilyen, az 200-ba kerül, egy vödörnek 20-ba. Tök jó. Na, hokpan, suisha, expand. Nem ez volt? Vagy várja, hokpan. Ez volt. Ebből egy. Adj egyet. Oké. Okay. Hokpan no pump. Hokpan pump. Hokpan no pump. Ez kell. Ez az. És ebből is egy. Add. És akkor nem pénztárnap fizetsz, mint köles. Na, ebből kell hokpan map, ebből kell kettő. Le vagyok hülye.
Ó, van bevásárolt pénztár, tesó. Tesó, mit lehet itt venni? Ezét. Sisakot, ilyen kínai sisak, nem kell. Na. Adjál neki. Aj, drágaságban, moré, mennyibe kerül? 170-be. Buj! Mennyi pénzem maradt? Maradt 54 dolcsim. És gondolom kidobták az udvarra, onnan szórjon fel a Verdára. Na. Úgy vannak-e, látod? Nem ide, miért nem ide rakja? Miért nem oda? Vagy mi van? Vagy ide mit rak? Van, lehet futni, nem csak ballagok. Va? Ja, ott van. Te szana szétrakta, hallod? Nem ám, hogy sorbát, mint csoda ez. Köresködő, várjál. Bedobom ezt. Hát lehet rakni Platón. Ja. Ennyi. Úgy. Egy. Nehogy lepotyogjon, szépen legyünk. Kettő. Élére hallod, de tudok valamit. Veder. Bedobom ugye az izébe, Verdába. Oda nem lehet szerintem, nem. Veder oda. Ez az izé, postoláda, vagy vihegesztő moszk, vagy micsoda csoda. Na várja. Ere? Ezt meg hogyan fogod meg? Körözbe vagy nem körözbe? Hosszába, hál' Isten. De ke... Ne, hát, hogy... Vagy... Na mi van már? Hát miben akadok? Hol vagy? Húú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 ú
Fököm azt a platóra. Na, tedd le! Hogy jó van? Most nagyon. Föraktunk mindent? Gyerekek, várja. Cs, különjözünk. Föraktunk mindent? Akkor most el kell vennünk a... Old Arnold, itt van, Old Arnold parca, nincsen izé, megjelölöm a tökömet, vagy valami csoda, már ki kell menni. Tolatnék a kicsit, ki innen, és akkor arra. Old Railway Road, Dunkel, na, indul meg. Az igen, gyerekek, van fizikai játékban, rúgat innen a disznó. Megküldjük? Félek összetöröm, hallod? Kicsi kocsi százzal tép, kicsi kocsi százzal tép. Bazd meg. Jaj, mi egy loading. Jaj, tölti a pályát, ne rökkötődj, de amikor izé van fönforgás. Lehet, hogy nem jó fel együttem, de jó. Hát mi volt ez? Fúhog a bagó. Tudom ám. Jaj, te, mit töltöget ez? Hol vagyok? Itt vagyunk mindjárt. Itt a factory, ne lehet kövenni. És utána balra. Factory. Látod? Tudok én nem csúnyán beszélni. Azt fogom mondani a részpán fütyülő rézangyalát, hogyha olyasmi történik. Az rendesen van fizik játékban, gyerekek. Egyébként rengeteg fajta járművet és gépet lehet egyébként csapatni bele, ám tudjátok? Vágjátok? Érdeklő tök ilyen játék iránt, te kézifék. Differenciózal, várja. Hallod? Rendesen működnek a fizikai dolgok. Na ilyen kéne. Miért nem tudják a farmingot megcsinálni normálisan, hogy diffizár meg minden működjön? Meg legyen valami értelmes talajmechanika? Szemel. Na. Itt van az, ez a banda háború. Banda háború. Itt vagyok, itt hol vagyok. Meggyűjtem. Egyébként azt hiszem, hogy van egy sátrom. Meg van egy... Mi van itt? Semmi se? Nincs itt használható dolog? Várja. Jár a motor. Csinálni kéne. Menjél már. Te, Sanyi, menjél az anyád, úrist. Izé, lut. Cseblam, semmit se lehet, ez nincs pedig ő. Ja, ledés volt, láttam, nem szóz. Haj, gurul a verda, nem húztam be kéziféket, állj meg. Jó, veressük. Na igen, és itt van a héder helyem. Héder mester, hopp. Na, ide fel kapatok. Jó, itt kézifék. Kiszállás, jó. A gyerekek, ugye akkor ez a valami old bánya, és akkor itt tudok én héderezni. Van nekem egy ilyen kutyullóm, amiben ezt lehet használni. Jó, meg... Ezt lehet használni. Ezek mik ezek? Ja, ez mazzag. Jó van.
meg ezt is lehet használni. Lookhead, transport, a bankot elérem, bank várja. Ja, innen is elérem a bankot, és itt is tudok akkor izé ügykörődni. Machine store. Na jó. Shadow. Jó. Oké, akkor itt ennyi. Halljatok? Hoppa. Repült a cinta agyért. Ez köl? Hova repült? Ja. Kalap. Nem gyulladok fel. Oké, jó, így. Igen, és van egy lakókocsim, amiben tudok aludni elvileg, de 12 óra 21-ben minek aludjunk. Na, és akkor itt tudok kitermelni aranyat, meg azt hiszem a folyóparton kézzel is ki tudok termelni, és azt hiszem, hogy a folyóparton kell most termelni. Egyébként van egy ilyen nagyon jó diktub a játékban. Leginkább, megmondom őszintén, itt néztem én izét videót, és Gold Mining Tier 1-be, Digging and Panning, és itt lehet megnézni, hogy éppen hogyan kell, hogy kell felállítani ezt a hok akármicsodát, meg ilyeneket érted, ilyeneket itt meg tudsz nézni, hogy tudod kibővíteni, aha, minden ilyesmit, tablet mi az, General Backup, vagy Backup Map hogy működik, jó, ennyi, nem itt akarjuk megnézni a játékot, hanem az a lényeg, hogy akkor elvileg itt lehet valamit ügyködni, mert itt is van, ugye látni, hogy itt ez a terület ásható. Ez a rész. Itt el lehet kezdeni. Azt hiszem, hogy teljesen kézzel is, ha akarod azzal a kütyüllővel, azzal is tudod csinálni. Na, mindegy, pakoljunk ki. Majdok, ide tolatok, jó? Oda csurgok, úgymond. Oké, okay, kézifekbe. Jó, mese indítottuk a ízet. Tök jó illetű. Na, ezt meg óvatosan kell fölvenni, hogy ne repüljön szét az egész kütyüllő. Óvatosan, óvatosan. Jóval elrepült. Visszük a lavor, gyerekek, ebbe fogok fürödni, beleülök. Hogy nem kéne ezeket elhagyni, hallod? Vagy mit tudom én, mert tényleg. Most megint hol van a cintányér? Egyébként én nem néztem ezt, ez elvileg valami tévésorozat, ugye? Nem, ausztrál izék? Vízi ások, vagy aranykeresők, vagy valami biztos, valami ilyesmi. Hallottam róla, de nem néztem egy rohadt részét se, pedig imádom a dokumentumfilmeket. De jó, most ide hordok én mindent, azt majd utána átnézzük, hogy mit hogyan kellene ebből összetákolni. Behozzuk a izét hegesztő maszkunkat is. Milyen? És hol van? Ja, oké. Okay. Vöder. 20 dolláros vöder, gyerekek, ne szórakozzá. Baromira kell vigyázni rá. Nem lehet dobni, mint a farmingbe egyébként, hanem csak így cipelheted azt a vödör. Ezt neki alug, szarrá keressük magunk a gyerekek, milliárdosok leszünk, ott lesz fedd a villánk. Nem, á. Ezeket se hagyjuk el. Oké, okay. Ezek elvileg valami szűrők. Ha jól sejtem. Zsibbadek ezzel a gyerekek, együtt dolgoztam be. Jó. Oké, okay, srácok, akkor ezt valahogy össze kell kaszkabálni, elvileg azt hiszem oda kell rakni. Várjál, elvileg mutatja, hogyha jó hely. Aha. Ó, mi a fasz? Oda rakom, és akkor... ezt össze kell eszkabálni. Hűha. Össze kell eszkabálni. Ez nem mindegy, hogy hova rakom, ez milyen hülyeség. Jó lenne akár hova rakhatnád, nem? Vagy nem tudom. Ez is kell. Hú, ez elrepült, hallod? Hova tűnt? Eskü. Ez elveszett. Hova kipattott a kezedből, hallod? Nem, már nincs rá pénzem még egyre. Hova tűnt ez a szar? Hallod, baj van? Ott van a! Hogy is tökönben repült el? Ezt mondtam, nehogy elveszítsük ezeket a kacatokat, nincs pénzem ilyen hülyeségekre. Na, oda kell ezt rakni. És akkor elvileg...
Várjál, ide rakok mindent, hogy kéznél legyen, kézügyességbe. Veder. Hol van egy cintágyér már megint? Elvileg, ó, oh, itt van, össze van ragva, várjál, be kell víz, és egyes, kettes. Kettő izé van benne, kettő szűrő, és akkor majd, mindjárt. Elvileg egy csomó, hol van a cintányérom? Ne őrítsé meg, már megint az eveszett. Ne, most hagyd abba. Hogy ezt nem hoztam ide? Hallod, nincs meg az a cintányér, ne őrjíts meg! Nem mutatja térkép, vagy mit tudom én? Nem. Hol a cintányér? Ott van a... Hallod, mit keresel itt? Te Isten, ebbe az égbe, de a cintányér, jó. Na, elvileg ugye lehet ezt úgy is mosni, hogy fogod, ásol egy kis izét, és akkor egy kézzel. Na várjál, meg, csináljuk meg legalább a több módszert, hogy akkor sorba hagyjuk. Ugye nem is kell hozzá ez a szerkezet, ami ott van, hanem csinálsz egy olyat elvileg, hogy ásol egy kicsit, ezt beküldöd a vödörbe. Ja, várjál. A vöd, ezt meg kell meríteni, ezt mindenképp kell ebbe víz. Oké. Okay. Így. Csak azt csinálod, hogy a vödörből öntesz egy kis földet ebbe. Ez a legalja, nincsen semmi pénzed, akkor ezt tudod csinálni mindenképpen. És akkor elvileg, na ezt nem tudom, hogy kell. Várjál. Elvileg tudom így mozgatni egérrel. Bal gombbal süllyesz, jobb gombbal emel. És még ráadásul döntheted a billentyűkkel. Be kell süllyeszteni ugye víz alá. Felveszed. És akkor elkezded lötyökölni. És ugye az arany elvileg be kell, hogy maradjon. Ott van egy. Ott valahol látta egy aranyat. Hogy van egy szemarany. Csak valamit elcsesztem, Mária. Ki tudom venni innen? Majd ezt le kéne raknom valahova. Mert kell hozzá valami, azt hiszem ilyen kiszedő. Nem tudsz izélni, nem tudsz... Kézzel nem lehet kivenni az aranyat belőle, hanem valami kell hozzá. Aj, mi a fasz? Nem tudom, hogy kell azt kiszedni belőle az aranyat. Ahhoz kell-e valami, vagy az hogy működik? Nem tudom. Nem látok semmi olyat. Még valami ilyen csipesszerű, vagy ilyen kis valamiszerű. Ó, basszus. Megpróbáljuk, nem tudom. Nem tudok átugrani itt. Na nézzük, nem tudom. Megpróbálok vele valamit alkotni. Na. Ott van kettő arany is. Már soft control-nát lehet, hogy írja. De hogy mutatja a soft control-t most? Nem nagyon akarja mutatni. Milyen gombbal mutatja? És ugye azt kérem, hogy így kigurgatod a földet, és ott marad az arany. Hát tudod? Majdnem ment. Na de most kérde valami, de hogyan kell azt? Várja, mivel? Aha. Itt valamit csináltam, shift-tel. Soft control, nézzük meg. Pick up gold.
És akkor sokodról. És akkor belekér abba az üvegbe, de... Ben van most abba a kütyűbe, és akkor... Most hova rakta? Hogy tudom ezt? Most fölvette vér? Jaj! Mi történt? Nem vette fel szerintem, hallod? Hol a... forretted? Hogy rakja bele az üvegbe? Azt... arra vagyok kíváncsi. Baromina nem írja. Pick up gold, csak annyit ír. És akkor most felvettem az aranyat? Várj, nézzük meg egy tutoriát, hallod? Már megőrülök. Várjál, itt volt. Digging and panning. Nem lehet vele pörgetni. Igen, ez ő úgy csinálja, jó? Arra vagyok kíváncsi, hogy hova rakja ki az aranyat, mert mi kivettük azzal a szarral. A tutoriál része a játéknak nem a legjobb. Ez jöjjj, oda nem mit csinál, hallod? Ne szórakozzá, bazd meg. Így, kütyörög vele, hát ezt nem tudom, hogy csinálja. Jó, hát igazából ennyi, nem bonyolult. Ugyanazt csináltam, mint én, kettő arany kis kütyű. Csak, na. Na, figyelj, ki tudod verni közüle is, ha ügyes vagy. Nem kell leburítanod azokat a szarokat. Ott van, vedd ki. Nem kell már más. Nem, csak egyet, hogy kivette, hallod? Ennyi. Az üveg nem tudom minek, de nem rakta bele. Jó. Oké, gyerekek. Ez olyan coolok vagyunk. Akkor jól csináltuk mindent. És újra kezdi? Ez jó, ennyi, oké. Jó, akkor igazából ezt faszák vagyunk. Nem tudom, hova tűnt az arany, de biztos jó. A következő, próbáljuk már meg ezt a gépet. Ezzel meg azt kell csinálni, hogy... Ásó, kap a nagy harang. És akkor ide bele kell küldeni csomót. Na, megrakjuk baze. Nem tudom, mennyit lehet. Még lehet? És akkor vízzel levonsod, és akkor ugye ott marad a... Ott marad a... benne a szűrőbe az arany. Milyen mélyre lehet ásni? Az ilyen nagy luk lesz, nem tudok kijönni. Még fér bele? Na, most már biztos nem, ahogy már. Jó, fullon van. Jó. Akkor most bele kéne... Jaj, de várj itt a vödről. Az a bo... Hát mindegy, szemelt bele, az is föld. Már nem föld van benne. Így, és akkor megpróbálom beleönteni a vödölt. Én full... Ja, vödörre is lehetett volna hordani. Oda nézzél! Mossa! És akkor ott van... Mennyi víz van benne? Nem, az nem a víz. Az a föld. Mennyi föld van benn, és hogy mennyire vannak tele a izék, cuccok. Jó van, még öntök bele. Mennyire van telítve a szűrők elvileg, 2%. Na jó, ezt nyomunk egy ilyen fúrmosást, és nem tudom, hogy tudom eladni az aranyat, de most ez lett nekem aranyom, vagy nem lett nekem aranyom abból. Na, elvileg kivettem, nem? Na, egy ilyen vezet. Ugye ezt ki lehet bővíteni, veszel hozzá még, és akkor már 4 szűrővel nyomod. Háromszor... Ej, elfogyott a cucc belőle. Várjál. Hol az ásó? Ja, az ásó az mindig nálad van. Később lehet messzebbről, és lehet talicskát is venni, lehet, nem?
Egyébként van egy patak nemes ráló mellett, még annó gondolkoztam rajta, hogy megpróbálok. Biztos, hogy nem lehet, mert itt aranylelő hely ugye az nem mindenhol van. Ez nem úgy működik, hogy neki állsz akárhol mosni, de mondom, kipróbálom magát a mechanikáját. Ott van, hogy hány százaléka van headfel, jó. Később ugye, hogyha nem lesz itt föld, akkor izé, messzebbről kell hordanom. Az a hátulütője. 99, jó, ez elég is. Hát a víz. Hé! Hey! Hé, hey, mi a lehéz volt, hogy izé, vagy mi? Jó, hú. Ez is elfáradok a nagy munkába. 4% az nagyon kevés, hát ezt fullra kéne küldeni, nem? Próbálkozok. Hány százalékot visz ki egy vodörvíz? Ah, tizé. Hallod? 50%, úgyhogy ez nagyon kevés. Nem. 25%, jó. Akkor 4 vodörvízzel már ki lehet iktatni. Utána mindig... Ez úgy lenne jó, hogy két ember egy lapátolja a földet, mind az őrület. A másik meg ugye vizet. És akkor lehet kézt keresni. Meg akkora lukatások tényleg. Izékére, bulldozer. Nem lehet bérelni? Úgy gondolom nincs rá pénzem. Bulldozerre egy bönterére akar állva. Egyébként azt hiszem, hogy jön lehet vízpumpát venni, és akkor ugye vízpump, víz fogja. Víz, nem kell a vizet már raknod. Mert ugye, akkor vízpumpával tudod küldeni bele. Hát azt kéne csinálni, hogy kellene pénzt keresni, ugye hát ez gondolom alapvető. Hány lapatta még kell bele? Bazzom, mennyi lapatta kell bele. Hány százalék? 97, jó, elég. Na, jöhet a vízecske, akkor 4 vödör víz. Aztán lehet, hogy kimosom, megnézzük, hogy mennyi pénzt kapunk. Aztán hát, hogyha azért már kapunk, nem tudom mennyi pénzt kapok, érte. Ennyi munkával sok aranyat nem hiszem, hogy gyűjtöttem. Ez a fölmegy 10%-ra azokat szűrök. Lehet, hogy meg kéne hosszabbítanom, tudod, azt akkor 4 szűrővel menne a projekt. Ezt meg úgy kell, hogy ki kell mosni elvileg vödörbe a szűrőket. Mindjárt. Jó, az el is fogyott, akkor várjatok pillanat. Most ez úgy megy, ja, kell víz, és akkor vödörbe ki kellene mosnom a szűrőket. Elvileg. Ugye 10%-os. Vannak, fogom ezt a szűrőt kiveszem. Szépen belerakom a vödörbe. Nagy. És akkor ugye belemostod az aranyat gyakorlatilag, visszarakod. Hozod a másikat is. Vigyázzon, nem cseszed el. Belemosod. És akkor mehet. Egy. És akkor ezt a vödörvizet fogod és beleöntöd abba. Ugye ebben már akkor valószínűleg több arany fog lenni. Na, erre kíváncsi leszek. Hó, ez mintha tele lenne, vagy az mi? Valami hiba? Nehogy elcsesszük be, az a kine burit csak tök el lehet cseszni egyébként szerintem. Na, merre? Melyik kell? Így. Nem tudom, mivel lötykölte meg? Ja, így. Hopp, kirepülnek a izék, bogyók, nem jó. Ebbe kéne lenni aranynak. Ó, ott vannak a nagy aranyok. Ott vannak a nagy aranyok, gyerekek. Nem akar nagyon szétválni. Megpróbálom kigurítani ezeket a nagy lósznyaköveket. Vagy kevesebb legyen.
Egyébként szerintem az azért van az az része, hogy ott megmaradnának az aranyok. Nagyon nem merem bazze, mert nem akarom elveszíteni őket. Na, úgyhogy lássa őket, állj! Oké, állj! Shift. Jó, hát igazából ennyi aranyom van eddig. Hát ezt meg kell nézni, meg kell adni. Azt hiszem a Kovácsnál kell. Jó, akkor ezt hagyjuk. Na, itt hagyjuk az utcokat. Sárdobobó vödőre jó. Hé, hey, ebben még van? Ja, hogy ez nem egy... Várjátok, akkor azt már mostod ki. Várjátok, ezt ki kéne böntenem a francba. Hát nem, ez, nem így gondoltam. Ej, bazza, és ki is burult az egész. Na mindegy. Merítsük már meg. Ez nem volt jobb, ez baszod. Jó, ezt meg akkor ki kéne burítanom, mert idemben már ez nem érdekes. Úgy. Kivesszük. Oké. Okay. És akkor ezt még beleöntjük. És még mindig marad benn. Szerintem egy három adagnyi. És akkor most ezt leengedem. Ebben is van két arany. Oké, okay. És akkor próbáljuk meg úgy megállítani, hogy... Ah! Tökéletes. És nő! Ott látjátok az uncia nő? 007. Az előbb 004-ről indultunk. Na. Le a földre. Mi az ebben már nincs? Hogy mit? Miért nem? Ja, mert nem van az a kossz ütyi. Várja. Ki kell önteni belőle teljesen. Még mindig van ben? Aha, ebben akkor egy négy. Na jó, ezt még gyorsan ma megcsinálom. És bevegyünk a bankba reggel, jó? Nem bírom ki, hogy ne csináljam, ne haragudjatok. Úgy így meg kell ötjikölni. Úgy, nagyon jó neki, nagyon jó. És oda néz a koszos víz. Már ki is jönnek az aranyak. Lámpa kell erre. Kell vennünk lámpát, gyerekek. Lámpát vegyünk mindenképp. De mondjuk az lehet, hogy aggregátor kell. Hopsz, nem menj el aranyacska. Oké. Okay. Oké. Okay. Na már 0,1 unciánk van. Nem tudom, hogy az mire lesz jó. De azt hiszem, hogy csak egy arany rögöt tudok eladni. A izébe. Bótba. Jó. Még ezt a vödörrel meg akarom nézni. És szerintem üres. Ah, üres, jó. Jó, koszos a víz, jó, koszos. Ott van, ott az annak az aranyag. Elég kevés ott ad. Majd külön választjuk. Oké. Okay. Na, már egész jó. Valami nagy aranyat nem tudok találni. Oké, okay, jó. Gyerekek. Lepakolok. Lehet, hogy alszok egyet. Ó, a sötétben van. Hány óra van? Este 9. Ja, szerintem alszok egyet. Hú, hol vagyok? Ha. Azt tudok, hogy reggel megyünk a izébe. Nem bank, hanem mi az? Ezt hiszem a Kovács műhelybe kell. Na, gyorsan. Veressük a Verdába, aztán nem tudom, hogy ezért egyáltalán kapunk-e valamit, ne kérdezzétek, nem vagyok benne biztos.
nyitva maradt a plató, jó, nem baj. Erre lehet menni? Hajnalodik, kiugram az ágyból, a baggos csávó vár rám. Én kedvelem őt, nagyon... Kedvelem őt, hisz ő... Bazze, check engine lámpa van, lehet, hogy be tudsz szarni, ajaj. Meg rúg minden disznó, biztos hajnali pára odavert, gyerekek. Jó, tudom, diffizárat kell kapcsolni, nem, nem kell összetörni gépet, nem? Ajaj, csúszik bazze minden állat is, ezt komolyan mondom, hogy csúszik, nem? Kamuzok. Jó, amikor tölti a pályarészt, akkor vannak bajok. Itt a factory-ba dolgoznak a melósok, ha? Na. De viszont itt a factory-ba valamit lehet csinálni. Hát tudod, ott volt. Egy ilyen lefokoló hely, minden farmingbe tudod. Mondtam én, hogy csúszik. Összetöröm a verdát. Na, azt hiszem jobbra van az egy loading old, megint a pálya. Mit loading old te? Hát ez nem nagy az a map. Van-e ennek a multiplayer része, vagy nem-e van-e? Mit mondtok? Alaszkai, alaszkai vadonban. Egyébként Alaszka az full izé, tudjátok? Full Szibéria. Csak egy nagyon kicsi szoros választja a Szibériától. Ne kérdezzétek melyik. Bering? Oh! Hát ez recsen valami, hallod? Ez recsen valami. Hát nem tudom, hogy ez jót teszi a gépnek. Valami recsen. Mondjuk menjünk erre, azt itt van valahol az a... Valami recsen. Jó. Itt volt a kovács műhely. Pávárom a kézifékes fordulást, figyeljétek. Na jó, akkor amikor tört. Na? Nem volt egyszerű. Kézifékesebb állok. Ja, itt kell elvileg valamit csinálni. Most nagyon gondoljuk meg, nehogy valagára verjünk a lóvénknek. Vagy kell? Hm. Na! Craftolni lehet. Vagy pedig sell ore. Mennyire lehet eladni? Ennyi pénzt kerestem? Hát ez jó. Na gyerekek, mit vegyünk? Lámpa is jó lenne, de lehet, hogy hosszabb terem kéne ezt a cuccot, tudod, és akkor több izé. Hát valami izé, valami, vagy vízpumpa. A vízpumpa lenne jó, mert akkor csak flapátolom, mint az őrült. Mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Megnézzük, mennyi egy vízpumpa, jó gyerekek? Majdnem elfordult, de nem. Gondolom, hogy benzin is kö, meg ilyenek. Ezt meg csukjuk már föl. Meg az a kéziféket húzzuk be, meg kapcsoljuk le, mondom, nem lesz jó vége, hogy belemegy a... ...üzébe. Na, Luna vízpumpa, láttam ám. Mindjárt van utánfutó, tök jó! Tök jó van utánfutó. Aha. Kell vízcső is. Vékony. Vékony cső, vastag cső. Ez hidrolika. Cső egyébként. Ez áram, 380. Fasz, ez fontatókötél. Ez mi? Csatlakozó. Basszus, ez nem lesz egyszerű, hallod. Na, hol van a vízpumpa? Water, mobil generátor, water pump. Robbanó motoros, jó. 200-ba kerül. Jaj, de nem veszük ezt meg. Viszont ilyet gondoltam. $100 kerül. Akkor csináljuk ilyet, és akkor azzal tudunk többet keresni. Hát, vagy a gyerekek. Nem. Oké, és utána akkor jön a vízpumpa, jó? Az lesz a következő. Adj egyet te. Jó van, oké, hát ez van gyerekek, kell dolgozni itt, úgy látom. Nem csak a lazsálás megy. Nézzük már meg a gépparkot, van itt egy ilyen, olyan is, és akkor körülnézünk mi van. Ja, kell a vízpumpa, kell benzin. Na nézzük meg, mennyibe fájna az egész vízes cucc, hogy akkor azt ne nekem kelljen izeljenem. Jó, az úgy.
Na ugye, akkor kell egy kanna biztos, amivel feltöltöd, az 10 dollár, az jó. Hát hallod, olcsóbb, mint egy vödör. Na, ez mi? Ez nem tudom, ezt a felső bucket double jet. Hát ez nem tudom, mi a rák. Ahhoz kell a vízpumpához. Szerintem ez a pici. Ez kellhet. 20 dollár. 10, 20, 30, meg 200. Olyan 200... 230 dollárból meg lenne az egész. Milyen vízpumpa megy erre tényleg? Nem lehet látni, vagy mit tudom. De szerintem nem az a vízpumpa megy rá. Hadd nézzük meg. A vízcső. Nem, erre vastag megy. Akkor vastag cső, az mennyi? 20 dollár. Olyan van. 100-230 dollárt összekötjöntünk, és akkor már meg is van a ezért. Meg is van a cucc. Na jó van, gyerekek, azt tervezem, hogy akkor a következő részben megnézzük, ugye. Van itt nekünk egy olyanunk, hogy ilyen machine park, ahol lehet, hogy bérelni lehet ilyen nagyobb gépeket, vagy pedig ugye verni, majd később. Meg akkor megnézzük, akkor összerakjuk ugye a nagyobb cuccot, nagyobb, hosszabb ilyen valamit, és akkor 230 dollárt a vízpumpára meggyűjtök, és akkor ne kelljen nekem legalább azt csinálnom. Na, köszi szépen figyelve, csá! Ciao, ciao.